Most a képeken már láthattuk, hogy polc lesz az, aki a brassó kapuját védi, tehát ő az, aki kezd. A másik oldalon pedig szintén láthattuk, hogy Adorján kezd majd. Hát, eh, ahogy Jason Morgan is fogalmazott, van jó néhány változása Szered a jobb oldalon. Nincs Kúliás, nincs Samankov, és a magyar játékosok közül Sándor Zoltán az, aki még hiányzik. Van viszont Mailen, aki felépült sérüléséből, és van az a Loginov is, aki hát oda-vissza meccseltek sokszor. 2-2-ről folytatódik a párharc, tehát ez az ötödik mérkőzés. Ma még nem dőlhet el ugye, semmi, a tekintetben, hogy nem avatunk bajnokot. Egyébként pedig valamelyik csapat itt óriási lépést tesz majd a győzelem felé. Itt pedig meg lehet az első lehetőség a Brassóiak előtt. Gyönyörű csell, és meg is van a vezető gól. 1 perc 12 másodpercet kellett erre várni. Talán Fóli volt az, aki kilépett. Fóli szerezte a találatot, gyönyörűen lépett ki, és fölötte a felső sarokba, védhetetlen volt ez a szóló. Az első 10 percben védekezését a Brassónak még nem tudták feltörni a vendégek. Most becse Bece, Bece és ott óriási a szóló, gyönyörű gólt szerez Bece! Az első harmad feléhez érkeztünk meg, amikor megvan a Csíkszeredai egyenlítő gól. Bece a gól, szerző kimás, hanem ugye az alapszakasz a gól és pont királya, Bece Tihamér. És hát pedig ez nyilván nagyon-nagyon fontos lenne mindkét oldalnak. És most sikerült is, Fólia gólszerző. Hát nagyon szépen járatta a korongot a Brassó most emberelőnyben. Ha jól emlékszem, akkor... Az előző meccsen is ő volt az, aki az emberelőnyös gólt ütötte. Fóli, Csíkszered a következő játék megszakításnál. merőt korong, Blackwater sprint elérte, meg is szerzi, és aztán visszateszi Becének. Bece, bekeveredik a, gol. a kapu elé, és Bece is a második gólját szerzi, 7-0-2-vel a második harmad vége előtt. Hát hosszú percekig nem történt semmi, nyugodtan mondhatjuk, mert, hát tényleg kapuralövés is alig volt, és aztán megint elég egy villanás Blackwater erőszakossága, és Bece jön a kipattanóra. És eltelt az utolsó harmad fele. Blackwater. Hoppá, Blackwater! Bevarázsolja a korongot! Hát ezt most azt gondolom, hogy egy picit elnézte a brassói kapus. És 10 perc 22 másodperccel a vége előtt komoly lélektani fölénybe került a vendégcsapat. Várás sikerült be. vinni a korongot a szeredai harmadba. Itt viszont el lehet dönteni a meccset. Komsz, komsz, és meg is csinálja egy az egyben. 4-2. Megnyeri a csík szereda a negyedik meccset. Bocsát az ötödik meccset. Ezzel komsz megszerzi a 19. gólját a playoffban. Gyergyó ellen 7 gól, a Ferencváros ellen 8 gól, és most a Brassó ellen ez a negyedik gólja. Ezt a mérkőzést a Csíkszereda behúzta Brassóban. Nagyon-nagyon fontos meccs volt, hiszen most ők kerülnek lépéselőnybe, ők vezetnek összesítésben 3-2-re, és a következő meccs Csíkszeredában lesz. Tehát gyakorlatilag elvették a pálya előnyét a Brassónak. Nagyon.